Timiran dasya gyanam jana shalakaya chakshuron militam yena tasmai shri gurave namaha jaya shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shri vasade gaura bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare hare Látjunk, hogy most pont ez a rész következik, hogy valaki próbál függni az Úron, az Istenen, akkor elégedett lesz, és tökéletesen boldog lehet. Akkor van értelme az életnek. Akkor az ember független az anyagi negatív hatásoktól. Akár az emberektől, akár a természettől, akár a saját elme hatása is lehet, amit szokott zavart okozni, vagy lehet betegség, sok minden, de hogyha valaki az Úron függ, akkor ezek nem befolyásolnak. És most el fogok mondani egy pár dolgot, hogy hogy lehet ilyen szintre, lépésről lépésre emelkedni. Ugye Krisna tudat, ez egy tudományos folyamat. Ez egy lelki tudomány. És mit jelent, hogy tudomány? Ugye vannak elméletek, ami csak itt lehet, hogy így van, lehet, hogy úgy van. Az nem tudomány. A tudomány, amikor ki van jelentve, hogy hogyha ezt így csinálod, akkor ez lesz az eredmény. És Krishna tudat azért tudomány, mert ott ez így pont így működik. Az pontosan megmondja, hogyha így csinálod olyan cselekvést, akkor ilyen szintre kerülsz, olyan eredményt fogsz tapasztalni, olyan érzésed lesz, olyan tulajdonságok lesznek, és így tovább. Ezért ez tudományos. Mert vannak lépcsőfokok. Ugye ezért, mivel tudomány, ezért lehet látni, hogy az ember mielőtt elér egy lelki szintet, vagy szeretet szintet, vagy felszabadult szintet, akkor van több lépcsőfok, és minden lépcsőfokon van egy hangsúly, mit kell csinálni, hogy következő fokra lépjél. Ezért ez nem olyan, hogy akkor valamit csinálsz, és vagy valahogy valahol valamit megkapod, eléred, valami eredményt. És az első, ugye, lépcsőfok, ez a sraddha. Ugye minden lépcsőfoknak, vagy szintnek vannak nevek. A szó sraddha azt jelenti, hogy bizalom, vagy hit. Hogy én hiszek és bízok, hogy ez a könyv, ezek a személyek, ez a folyamat tud adni valamit nekem. Valami nagyon értékes, valami nagyon hasznos. Hogy lehet felismerni magunkba vagy másokba, hogy ott van ezen a szinten már, ezen az első szinten sraddha vagy hit? Úgy, hogy ő nagyon-nagyon nagy tisztelettel viszonyul a könyvekhez, baktákhoz, nagyon tiszteli baktákat, nagyon tiszteli a folyamatot, minden, ami vele kapcsolódik. Mert mivel van egy bizalom, van egy hite, hogy a sraddha szint azt jelenti, sraddha szó azt jelenti egy hit, hit, mint bizalom. Mert hinni lehet, mert én hiszek valakibe, de nem bízok benne. De a sraddha szó azt jelenti, hogy én úgy hiszek, hogy én bízok, hogy ez nekem javára fog menni. És ez az első szint. Akkor úgy lehet felismerni magunkban, hogy én vagyok ezen a szinten, hogy én nagyon
nagy tisztelet érzem ezek dolgok iránt, és hogyha nem is értek valamit, akkor is tisztelem, hogy ez biztos, még nem vagyok azon a szinten, hogy megértsek, de biztos igaz. Ezt nem lehet erőltetni, ezt a szintet, nem lehet megjátszani, az ott van. Hogyha van, hogyha nincs, akkor nincs. Akkor a következő, igen, és mit kell csinálni a Shraddha szinten, hogy következő szintre kerül. Igazából azon a szinten kell hallani. Hallani a folyamatról. Olvasni, vagy leckéket hallgatni. És a következő szint az a, úgy neveznek, hogy Sadhu Sangha. Hogyha valaki megfelelő gyakorlatot végez a Shraddha szinten, a hit szinten, magyarul olvassa, meg hallgatja ezt a lelki témát, akár Bhagavad Gita-t, Srimad Bhagavatamot, vagy ahogy mondtam, előadásokat, leckéket, akkor tisztulás által fog érezni egy másik igényt. Sadhu Sangha. Sadhu Sangha ez azt jelenti társulni azokkal a személyekkel, akik gyakorolnak a lelki életet. Sadhu, ezek a szentek, bakták. Hogy én olvastam, és mondom, hú, akarok, én akarok ezekkel a személyekkel együtt lenni, mert érzem, hogy ha velük együtt leszek, jobban fejlődök egy fokkal, mint csak olvasok egyedül. Ez egy természetes. Ugye, hogyha így csinálod, akkor ez lesz az eredmény. Hogyha én bízok folyamatban, bízok a könyvbe, az előadásba, leckékbe, akkor hallgatom, Shravanam, lehet Shravanam, Kirtanam, lehet, hogy másoknak is elmesélek, hogyha vannak kedves barátaim, akik szívesen meghallgatnak, akkor elmesélek nekik, ismételek, amit hallottam, ez is tisztítja. És utána fogok akarni társulni személyekkel. Ez a Sadhu Sangha. Az azt jelenti, aki erre a szintre felemelkedett, a második szintre, társulni baktákkal, Sadhu Sangha szintre, ő minden szabad időt szeretne arra tölteni, hogy társuljon baktákkal. Mert ő tudja, hogy ez ugyanúgy, mint függni Krishnán. Istenen függni. Hogy társulni baktákkal, ez egy nagyon fontos dolog. Ő ezt tapasztalja, az neki nem kell magyarázni, az nem kell meggyőzni őt. Ő belül érzi, mert ezen a szinten már van. Persze a hit, a bizalom, a hallás, az sose fog megszűnni, mert a hallás az tökéletes folyamat, mert hallás minden szinten marad. Mert a hallás első, legelsőbb szintről egész prémáig, szeretett szintig fog elvinni. Szóval második szinten, Sadhu Sangha szinten a személy, ő akarja menni, akarja közöttök lenni, a bakták között, szentek között, akarja hallani, akarja társulni, csak akarja velük tölteni az időt, és kapni társulást, és tanulni tőlük. Ennek szintnek, mivel ez egy tudomány megint, hogyha ezt csinálod, akkor következő eredmény lesz magától. Mert én fejlődök, mikor ugye hallgattam, először a Shraddha szinten, hallgattam, olvastam, ez tisztítja, és mikor megtisztulok valameddig, akkor megyek erre a Sadhu Sangha szintre, erre társulni baktákkal. Amikor társulok baktákkal, megint tisztulok. Ez tisztítja a tudatomat, a karmától, minden másféle dolgoktól, ami anyagi szennyeződések. És a következő lépcsőfok, ami fog eredményezni maga a társulás baktákkal, az magától történik, az a jó, hogy nem kell erőltetni magát, fullasztani, kínozni. Hanem következő szint, amit megint érzi belül. Bhajana Kriya. Szeretnék gyakorolni én is, kipróbálni. Mert én látom a szentek között,
a szentekeket, a baktákat, hogy ők milyen személyek azáltal, hogy ők gyakorolnak lelki útat, lelki gyakorlatokat, Krisna tudatot, hogy ők milyen különleges személyek, milyen elbűvölő, milyen kellemes velük társulni, és én látom, hogy ők a lelki gyakorlat által ilyenne válták. Mert lelki gyakorlat változtatja a személynek a tulajdonságokat, és ember megtisztul negatív tulajdonságoktól, és minden isteni nemes tulajdonság kezd megnyilvánulni. És én látom. Ugyanakkor látom nem csak a tulajdonságokat benne, azt is látom, hogy ők boldogok, elégedetek, nincsenek zavarban, nem stresszelnek. Ezért én érzem belől egy impulzust, hogy én is szeretnék gyakorolni. És ez úgy hívják, hogy Bhajana Kriya, ez a következő szint. És itt mindegyik szinten egy kicsit fog gyorsulni a lelki fejlődés. Ugye mindegyik másik szint gyorsabban, mindegy második szinten, következő szinten ember gyorsabban kezd fejlődni. És mikor Bhajana Kriya, akkor ott már van a Shraddha, ott van ez a bizalom, hit, hallás folytatja, folytatja társulni baktakkal, és pluszban már ő is gyakorol. Akkor ő kezd énekelni Hare Krishna mantrát. Ez Bhajana Kriya, amikor kezd valaki, vagy szolgálatot csinálni templomban, jön, és mondja, ó, valamit adjatok nekem is, szeretnénk vállalni felelősséget, vagy tisztaságra, vagy díszítésre, vagy oltár, vagy főzés, én megfőzöm, én hozok, és ez lesz Bhajana Kriya. Az alap az egésznek ez a mantra éneklése, ugye, Sankirtan, Hare Krishna mantra, és szolgálatok. És ott jön következő szint, ahogyha én elkezdek jól csinálni, úgy, ahogy tanulok, ahogy hallok, és próbálok törekedni, tisztán csinálni, akkor jön a következő szint, úgy mondják, hogy Anartha Nivritti. Ez azt jelenti, hogy itt kezdődik ez a szint, amikor az én jellemem tisztul. Akkor kezdek megszabadulni haszontalan rossz tulajdonságoktól. Ugye a szó anartha azt jelenti, hogy értéktelen tulajdonságok. Ugye artha azt jelenti, hogy érték, kincs. Anartha azt jelenti, hogy értéktelen, haszontalan. És nekünk ugye sok-sok születése során annyi sok értéktelen tulajdonságok lett. Rossz tulajdonság. Szoktunk hazudni, dühösök lenni, nem vagyunk stabilak, stresszeljünk, egyszer lelkesek, egyszer nem lelkesek, ma jó kedvem van, ma holnap nincs jó kedvem, és valaki nagyon ilyen ingerült, valaki nagyon alázatos, de ma alázatos, hangulom, ingerült, valaki nagyon kemény, annyi sok negatív tulajdonság van. És azáltal, hogyha valaki elkezdte Bhajana Kriyát, Hare Krishna mantrát énekelni, társul baktákkal végzi szolgálatot, akkor következő szintre kerül, kezd tisztulni. Változik az a természet. Emberek fognak látni, te múltkor olyan voltál, kemény voltál, meg negatív voltál, meg hazug voltál, meg nem tudom, mit csináltál, most kicserélték téged. Ez az anartha nivritti. Ember kezd változni. És utána, amikor megváltozik a szíve, utána kerül nista. A nista szint, ez egy szilárd, stabil szintre kerül. Ugye, mert eddig a többi szinteken nem annyira stabil az ember még. Az első három, a Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, ott nem stabil az ember. Néha nagyon sok erőfeszítést kell tenni ahhoz, hogy
jöjjön reggeli programra, mondjuk. De a nista szinten ő annyira stabil, hogy őt nem lehet, hogy mondjuk, megrendhitetetlen lesz. Rendhitetetlen lesz, nem lehet megzavarni. Ő nagyon stabilan gyakorol. Ez azt jelenti, hogy kitisztult, és megjelent nála lelki erő. Intelligenciába megjelent lelki erő, és ő intelligenciával irányítja az életet. Akkor ő nagyon alázatos. Akkor például ezen a szinten már ő nem sértődik meg. Ő elfogadja bármit, hogyha valaki bántja őt, elfogadja. Nem tud megsértődni, nem tud nem megbocsájtani, hát nem, hogyha nem sértődik meg, akkor minek kell bocsájtani. Hát nincs kit bocsájtani, nem vagyok megsértődve. És ő nagyon jól kezd énekelni. Ezen a nista szinten igazából kezdődik a nagyon jó minőségi Hare Krishna mantra vibráció. És ez nagyon fontos tudnunk, hogy ahhoz, hogy jó vibráljunk jó minőségre, akkor erre a szintre kell kerülni. És a védikus írások javasolnak, hogy mindenki próbáljon legalább erre a harmadik szintre felkerülni. Vagy az negyedik szint már. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Nista, negyedik szint. Nagyon fontos, mert ott még jobban fog begyorsulni a lelki fejlődés. Ott azelőtt gyorsul, de valamikor a anartha nivritti, amikor van ez a harmadik szint, mikor mi tisztulunk a negatív tulajdonságokat, valakinek egy kicsit hosszabbra válik ez. Hogyha túl rossz a karma, kicsit hosszabb lehet, de meg kell próbálni gyorsan átmenni ezen, ott kell tudatos lenni, és utána felmenni erre a nista szintre. Trináda piszúni csinál, tarora piszta isnuna, amánina manadena kirtani a szadahari. Ez az ember nagyon türelmes, és nagyon alázatos. És ő mindenkit nagyon tiszteli. Ugye, hogy lehet felismerni, hogy valaki nista szinten van? Hogyha én vagyok-e esetleg ezen a szinten? Akkor ő fog azok a tulajdonságok, hogy nem fog sose bántani másokat. Mindenki tiszteli. Nem akarja senkit lenézni magas lóról, hanem látja, hogy mindenki Istennek egy szerves része, egy lélek. Ezért ő nagyon nagy tisztelete fordul. Nem várja el tisztelet maga iránt. Nem játszik, hogy ő nagy guru, vagy akkor most mindenki imádjon, ugye? A nista szinten ez nincsen már, ilyen. És nagyon türelmes, hogyha vannak nehézségek, akár valaki bántani akar, vagy valami, azokat türelmesen tud átvészni. Türelmes hideg, meleg, éhség, vagy boldogság, boldogtalanság. Szóval ez a nista szint, ez nagyon stabil ember. Nagyon erős személy. Szóval ezek a legfontosabb, ezek a négy szint, ez elején, hogy felmenni erre a negyedik szintre. A többi szintet is elmondom, hogy lássunk, hogy ez egy tudomány, de ezeket röviden elmondom, mert először menjünk át erre a szintre, a nistára. De utána jön aszakti szint. Bocsánat, utána jön rucsi, ez a neve. A rucsi szint azt jelenti, hogy íz. Amikor én stabil vagyok, és az elmémet rákon tudok koncentrálni a lelki folyamatra, összpontosítani, mert ott lehet igazán nagyon jól csinálni, ott nagyon tudatos az ember. A többi szinten próbál lenni tudatos, csak egyszer tudatos, egyszer nem. De a nistán mindig tudatos. És akkor, amikor tudatos, akkor érzi az ízet, ezt a lelki ízeket, ami a legmagasabb rendű ízek a világban, ami elégedettséget, boldogságot okoz.
ez a rúcsi. És hogy lehet ismerni olyan embert, aki rúcsi szinten van? Janmani janmane ismare bhakti bhavati naishtaki. Azt mondja, hogy élőt, ő nem akarja semmit csinálni, őt nem érdekel a gazdagság, szegénység, siker, hírnév, semmi nem érdekel, ő csak akarja egyfolytából gyakorolni lelki életet. Mert annyira elégedett és boldog, hogy minden megkapja, ami anyagi élet nem tud megadni ezeket a dolgokat, ami megadja a lelki gyakorlat. És ő egyszerűen csak éjjel-nappal akarja gyakorolni. Nagyon elégedett. Utána, hogyha ezt csinálja, ott már kezd ilyen rakétaként tisztulni. Indul. A rúcsi az már nagyon, még gyorsabban tisztul, és utána jön aszakti. A szakti szint, ez ragaszkodás Krisnához. Ő annyira ragaszkodik Krisnához, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy lehet máshogyan élni. Utána, a szakti utána, ugye, jön báva. A báva, ez a szeretetnek az első sugárai, úgy mondják, hogy mint mikor mielőtt meglátjunk a napot, akkor először sugárok kezdenek bevilágítani az eget. Ugyanúgy mielőtt nálunk fellángol maga a szeretet, akkor már jönnek a szeretetnek a sugára, ez a báva szint. Ez amikor a bakta mindig érzi az, hogy nem, hogy mondjuk, hanem, hogy még nem látja Krisnát, de már annyira nagy vágya látni Krisnát, annyira akarja csak ő érte cselekedni, hogy nincs más érték az életében. És ő még érzi elkülönés Istentől, ugye, elkülönés, és azt mondja, hogy nekem egy pillanat nélkület az olyan, mint egy örök. Nagyon-nagyon boldogságba szenved, attól szenved, mikor a szerelmesek, fiúk és a lányok, és nincsenek együtt. Akkor az a szerelem, ez nagyon nagy boldogságot okoz, de ez az elkülönés nagy fájdalmat okoz. És ez egy ilyen különleges íz, mondjuk. Ugye? De mikor Isten iránti van ez ilyen elkülönés, akkor ez egy különlegesen, vagy mondjuk nem különlegesen, hanem végtelen magasabb szintű, mert tiszta. Ez nagyon tiszta. És utána jön a következő szint, az már a préma, szeretet. A szeretet az azt jelenti, hogy én egyetlen egy, amit akarok, hogy Isten legyen boldog. Mert szeretet ez azt jelenti, mit jelent a szeretet. Amikor te boldog vagy, én boldog vagyok. Amikor te boldogtalan vagy, én boldogtalan vagyok. Ez a szeretet igazából, és ezen a szinten ez van. És mivel ő akarja, Isten legyen boldog, Isten még jobban akarja, hogy én legyek boldog. És ezért minden kettő boldog. És akkor ez a szeretet, az beindul, és ott vannak viszonyok. Mert ez a bakta akar mindig szolgálni Krisnát, Krisna mindig akarja szolgálni baktát. És ezért vannak viszonyok. Szeretet alapú viszonyok, nagyon-nagyon tiszták, nagyon édesek, és különleges, kifinomult boldogságot okozza. Szóval ez a tudomány, a lelki tudomány, ez így működik. Ezek a szintek vannak, amit lehet lépcsőként menni egyikről másikra, és jó mindig
kideríteni saját magáról, hogy én hol vagyok, melyik szinten, és azt a gyakorlatot végezzek, amelyik erre a szintre szól, hogy hamarosan tudjak emelkedni a második szintre. Ugye? Hogyha én sráda szinten vagyok, az első bizalom hit, akkor ott hallani kell, olvasni kell, utána, hogyha én vagyok szadusanga, baktákkal társulni akarok már a második szinten, akkor kell tőlük hallani, tőlük tanulni, minden pillanatot kihasználni, minél többet velük társuljunk. Utána jön a anartha nivritti szint, ugye, amikor tisztulok a rossz tulajdonságoktól, ott kell őszinte lenni és megismerni magában a rossz tulajdonságokat. Elfogadni, igen, van nekem ez a tulajdonságom, én büszke vagyok, nekem nagy az egóm, én ilyen vagyok, és akkor próbálok, akkor tisztulni tőlük, ez jó. És utána megyek a nistára, amikor türelmes leszek, alázatos leszek, mindenkit tisztelek, ne, sose bántok senkit, és nem várok tiszteletre. Szóval ez a négy szint az a fontos az első a fejezetben. A lelki élet első fejezetének ez a négy szint a fontos. És utána a többi majd jönnek. Oké, kérdések esetleg vannak. Nincsenek. Akkor köszönjük szépen, majd délután folytatjuk. Sri Sri Panchatattva ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Grand Natara Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai Gaura Premanandi. Hari Bol. Gaura Bhaktavrinda ki jai.